Fontos, hogy az Unió figyelje a kisebbségi jogok megvalósulását, valamint a decentralizációt, a regionalizációt és Vajdaság helyzetét Szerbián belül. Ezért a VMS ezen adatok bekerülését szorgalmazza a brüsszeli országjelentésekbe, mondta Pásztor István, a párt elnöke. Fontos, hogy elmondjuk azokat a prioritásokat, azokat az ügyeket, amelyek a mi számunkra fontosak. Van erre fogadókészség, van erre igény, mert árnyalatabbá teszi, tartalmasabbá teszi a Szerbiáról kialakult képet, és egészen biztos, hogy ebből a másfél napból okulva, ebből táplálkozva egész biztos, hogy az elkövetkező hónapokban, években sokkal többet fogunk itt lenni, mert meggyőződésünk, hogy az érdekérvényesítésnek a brüsszeli megjelenés egy fontos motorja, fontos lehetősége. A Vajdasági Magyar Szövetség a szerb kormány része, jelen van a Szerbiai Parlament Integrációs Bizottságában, és európai parlamenti képviselővel is rendelkezik. Mindezek a lehetőségekkel élve valós kézzelfogható lehetőségünk van arra, hogy ahogy haladnak előre a csatlakozási tárgyalások, olyan kérdéseket, amelyek magyar szempontból, vajdasági magyar szempontból fontosak, azokat fölvessük, és azok megoldódjanak még a csatlakozási tárgyalások befejezése előtt. Nem csak Szerbiáról volt szó a tárgyalásokon, hanem az Európai Unió többi szomszédos országairól is. Ugyanazon gondokkal szembesülnek ezeken a területeken is, azaz a jogállam megteremtésével, az igazságszolgáltatás megreformálásával, a korrupció elleni harccal. Lényeges ezek érdekében tevékenykedni, hogy a nagy nemzetközi cégek befektethessenek a Balkánon, mondta Joseph Daul, az Európai Néppárt elnöke. C'est un sujet très large sur la Serbie, ce qui m'a intéressé puisque nos amis font partie du gouvernement, comment ça se passe en Serbie, comment on prépare l'entrée de la Serbie au niveau de l'Europe, quelles sont les positions de où on est-on avec l'état de droit, de justice, le combat contre la corruption. Donc j'ai fait le point avec tout ça, avec le président qui sera invité aussi au sommet le 18-12, puisque c'est lui notre représentant officiel maintenant au niveau de la Serbie pour le PPE. Deli Andor meghívására érkezett Brüsszelbe a VMS küldöttsége. Politikai jellegű látogatásról van szó, ahol a vendégek személyesen tudnak találkozni befolyásos európai döntéshozókkal, mondta a vajdasági származású néppárti EP képviselő. Elsősorban kiemelném Daul urat, aki az Európai Néppárt elnöke, ugyanígy a parlamenti frakció néppárti elnök Weber úrral is volt találkozó épp a mai nap folyamán, és azon túlmenően a szomszédos régióban jelenlévő országok delegációs vezetőivel is találkoztunk, itt megemlíteném Szlovéniát, Horvátországot, Kukán úrral, aki az EU-szerb vegyes bizottságnak és parlamenti vegyesbe delegációnak az elnöke. Javuló irányt mutat Szerbia megítélése Brüsszelben, szögezte le Deli Andor. Az EP képviselő szerint a jelenlegi szerb kormányzat egyre nagyobb elvárásoknak is eleget tud tenni, és ez elégedettséget eredményez az európai félnél.